Hamarosan ítélet várható a Kun Mediátor ügyben, életet az éveknek, sikeres bereki nyár, gyenge lesz az idei kukoricatermés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 27-én 18 óra 5 perckor. Tíz évet meghaladó szabadságvesztés kiszabását indítványozta perbeszédében a vádhatóság képviselője a Bróker Marsi ügyvádlottjára. Két és fél órán keresztül tartó perbeszédet tartott a szolnoki törvényszéken a vádhatóság képviselője. A karcagi Bróker Marcsi néven ismerté vált ügy még 2015 tavaszán bukott ki, amikor a Kun Mediátor Kft. Ügyvezetője eltűnt. Noha, az 1999-ben alapított cég csak valutaváltással foglalkozhatott volna, az ügyészség szerint pénzügyi befektetői, tanácsadói tevékenységet is folytatott. A vádlott a szerződéses feltételekkel szemben is teljesített, akár havi szinten hozamkifizetéseket. Így egyáltalán nem volt jelentőség a lekötési időtartamnak, az valójában csak papíron létezett. Nyilvánvalóan azért, mert a sértettek által átadott pénzösszegeket a vádlott maga kezelte, a szerződések mögött semmilyen befektetési tevékenység nem volt. Az átutalások teljesítésére a Kun Mediátor Kft. OTP banknál, valamint K&H banknál vezetett bankszámlájáról került sor, jellemzően a más sértettek által átutalás útján teljesített befektetések összegéből. Ennek megfelelően a szerződésben kiköthették azt, hogy a hozam a lejáratkor a tőkével együtt volt esedékes készpénzben, de havonta történő hozamkifizetés esetén jellemzően a szerződéses kitétel az volt, hogy a tárgyhónapot követő hónap első munkanapján esedékes a hozam. Ettől függetlenül mindkét szerződéses megalapodás esetén ugyanúgy havi bruttó 1,75% hozamot garantálhatott a vádlott. Ennek kapcsán kiemelendő az, hogy a hozamok átutalása soha nem volt összhangban a szerződéses feltételekkel, ugyanis a hozamok átutalására nem a tárgyhónapot követően, hanem már az aktuális hónap utolsó napjaiban sor került, sokszor úgy részesült teljes összegű egy hónapra számított hozam címén kifizetésben a sértett, hogy még csak két héttel telt el a megtakarítás vádlottnál történő elhelyezése óta, így még a futamidőből egy hónap sem telt el. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítására sem a futamidő lejáratának napján került sor feltétlenül. A szerződések többségében a szerződések meghosszabbítása vagy új szerződéskötése akár a futamidő lejáratát megelőzően egy héttel, de azt követően is történhetett, melynek azért van jelentősége, hiszen a deviza árfolyama napi szinten változott. A befektetők D. Sándorné 2015-ös eltűnése után szembesültek azzal, hogy a rábízott pénzük jelentős részének nyoma veszett. A megyei főügyészség 767 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, két rendbeli sikkasztás és számvitelrendje megsértésének büntette miatt emelt vádat a 2016. decemberében Belizéből hazahozott D. Sándorné ellen. A vádhatóság bizonyítottnak látja, hogy a vádlott ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működés alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. A módosított vádiratban foglalt tényállások alapján a sértettek által 10 milliárd 800 millió forintot meghaladóan teljesített befizetéseket követően a vádlott a sértetti befizetésekből mintegy 7 milliárd 100 millió forintot fizetett vissza a sértettek részére. Azon tényállások vonatkozásában, amelyek esetében teljes körűen megtérült az okozott kár összege, mintegy 2 milliárd 500 millió forintot, pontosan 2 milliárd 533.152.700 forint befizetésére került sor, mely befizetésekhez kapcsolódó szerződések alapján a vádlott 3 milliárd 547 millió 688.382 forint összegben, a befizetéseket mintegy 1 milliárd forinttal meghaladó összegben teljesített kifizetéseket, a módosított vádlati tényállásokra figyelemmel mindösszesen 107 tényálláshoz kapcsolódóan. A további tényállásokat érintően, melyek vonatkozásában nem, vagy csak részben térült meg az okozott kár összege, a sértettek mindösszesen 8 milliárd 291 millió 484 ezer
281 forint befizetést teljesítettek, míg a vádlott részéről 3 milliárd 559 millió 665.940 forint összegben került sor kifizetésre, így ezen sértettek vonatkozásában a vissza nem térített összeg meghaladja a 4,5 milliárd forintot, pontosan 4 milliárd 731 millió 827.341 forint. Az ügyészség vagyonelkobzást, a bűnügyi és perköltségek megfizetését is indítványozta. A védőbeszédre november 2-án kerül sor, azt követően nem nyílt tárgyaláson, hanem bírói tanácsülés keretében hozzák meg az ügyben az elsőfokú ítéletet, melyet írásban tesz közzé dr. Nádor Zoltán bíró. A napokban került sor a Dériné Kulturális Központban az Életet az éveknek nyugdíjas kör programjára. Az eseményen jelen volt Szepesi Tibor polgármester, aki az elmúlt időszak fejlesztéseiről, valamint a jövőbeli tervekről beszélt. Üdvözlöm Kovácsné Kerekes Katalint, itt vagyunk a Dériné második emeleti dísztermében. Minek ad otthont ma a művelődési ház? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Az Életet az éveknek nyugdíjas klub foglalkozására készülünk, és meghívott vendégünk Szepesi Tibor polgármester úr. A foglalkozás keretein belül mire kerül sor? Ilyenkor, tehát évente egyszer mindig meghívjuk a polgármesterünket, aki tájékoztatja a klub tagságát a városban folyó fejlesztésekről, a szükséges információkról, és aztán kérdések feltevésére is van lehetőség. A kérdések egy részére polgármester úr azonnal válaszol, és vannak olyan kérdések, amelyeket én írásban rögzítek, és arra későbbiekben megkapjuk a választ. Elég interaktív akkor ez a foglalkozás, lehet azt mondani. Milyen érdeklődés szokta övezni, mit lehet tudni a részletekről? Igen, nagyon aktívak a nyugdíjasok, és nagyon érdeklődőek. Én is örülök, hogy szép számmal eljönnek. Nem tudom megjósolni, hogy hányan lesznek a mai foglalkozáson. A klub létszáma 80 fő körül van, és hát változó ki, meg sok ember sajnos a második emeletre nem tud följönni, de most szalagavatós próba van a földszinten, úgyhogy nem tudtunk lent találkozni, de nagyon-nagyon érdeklődőek, és nagyon vártuk már ezt az alkalmat, hogy találkozzunk polgármester úrral. Szepesi Tibor polgármester úr ilyen minőségben most először a vendégünk a klubban. Melyek a jövőbeli tervek a klub életében? Mit lehet erről mondani? Még nem kezdtük el a 2022-es esztendőt tervezni. Minden évben egy munkaterv szerint, egy előre eltervezett program szerint megyünk. Havonta két alkalommal találkozunk, szoktunk gyógytornászt meghívni, különböző témákban előadókat hívunk, ismeretterjesztő előadásokat. Vannak vidám foglalkozásaink, amikor meghívjuk a városban működő klubokat, illetve még Tisza Szent Imréről is van egy klub, aki szokott hozzánk jönni, akkor egy kis vidám műsor van, majd táncolunk, és jól érezzük magunkat. Ez inkább három alkalommal van egy évben, tavasszal, az őszi időszakban, illetve egy nyárköszöntő rendezvényünk szokott lenni. Aztán szívesen veszünk részt olyan programokon is, amelyek például elmegyünk szalonnát sütni valahová, a lombkorona sétányon is voltunk, közös főzéseket szervezünk. Igen, színes a klub életünk. Mi a tapasztalat, vagy mi a visszajelzés, hogy az idősebb korosztály mennyire bevonható, illetőleg az ő saját kis személyes életükre hogyan hat, hogy egy ilyen klubnak a tagjai mit ad hozzájuk? Nagyon fontos dolog az, hogy egy közösséghez tartoznak, van hová elindulni, van kivel szót váltani, nagyon sok magányosan élő ember van a klub tagjai között, és ezek a délutáni foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy közösségbe töltsék el az időt, és olyan érdekes, hogy kettőkor kezdődnek a foglalkozások, de már egy óra után néhány perccel megérkeznek az első fecskék, és beszélgetéssel töltik az időt, és ez nagyon fontos. Örömmel jönnek, részt vesznek a előkészítésben, és akár mondjuk egy szalonnasütésnél külön csoport van, a fiúk, akik előkészítik a tüzet, a lányok, akik az asztalokat megterítik. Nagyon jó visszhang van a klub tagjaitól a foglalkozások kapcsán. Molnár János Beregfürdő polgármestere a község gyógy- és strandfürdő szezon zárásáról és a további tervekről beszélt.
Üdvözlöm Molnár János Beregfürdő polgármesterét. Milyen szezont zárta az idei évben a beregfürdői gyógyfürdő? Attól függ, melyik időszakot nézzük. Ha nagyon optimista képet akarok festeni, akkor azt mondom, hogy jó szezonunk volt. Ez a júliustól kezdődő időszakra vonatkozik, amikor a pandémia gyakorlatilag pandémia miatti megkötések teljesen felszabadultak, tehát azok megszűntek. Az azt megelő időszak az is elég egyértelmű, az még nagyon rossz. Tehát ha így nézzük, akkor elég vegyes a kép. Egy nagyon rövid időszakunk volt, amikor teljesen zárva volt a fürdő. A pandémia alatt azért próbáltuk, amikor lehetett, akkor a gyógyászatot azt működtetni. Ez csak azért működött, hogy akiknek szüksége volt rá, és nem tudom másképp mondani, hogy megvolt a bátorságuk, és felelősen el tudtak jönni, azok el tudjanak jönni gyógykezelésre. Nyilván minden előírást betartottunk, ami azzal is járt, hogy jóval kevesebb vendéget tudtunk fogadni adott időben, mint egyébként. Tehát emiatt is kevesebben jöttek, de sok emberben megvolt az egyébként nem alaptalan félelem és óvatosság. Ez miatt is kevesebben jöttek. Tehát ez az időszakunk egyáltalán nem volt nyereséges, igen messze volt a nyereségességtől, viszont úgy döntöttünk, hogy mégiscsak csinálni kell, hiszen a dolgozóknak is kellett a munka, másrészt lelkileg is egészen más az, hogy otthon kell ülnöm kényszerből, és várom, mikor lehet még dolgozni, vagy pedig csinálhatok valamit, valami értelmes dolgot. És nyilván, akik rászorultak, azoknak pedig fontos volt, hogy legyen gyógykezelés. Tehát ez volt a pandémia időszaka, és de ahogy mondtam, hogy gyakorlatilag július elejétől, amikor minden kötöttség megszűnt, onnantól kezdve jó nyarunk volt. Tehát a július, augusztus, szeptember 3 hónap az jó volt, ami azt jelenti, hogy jobb volt, mint a tavalyi, de a pandémia előtti, tehát a 2019-el záródó időszak, azt megelő időszak, azt még nem értük el. Azt még nem értük el, sem a fürdő látogatottságában, sem a vendéglátásnál, az itt töltött vendégészakák számában, de mindenképpen biztató a jövőre nézve. Ez nyilván a pandémiának köszönhető, ugye amiről polgármester úr is beszél, de a belföldi turisták maradtak esetleg, vagy a belföldi turistákból maradtak el, vagy a régebben, ugye a 2019-es évet megelőzően a külföldről érkező közül? Hát ez vegyes, így van, a pandémia miatt volt ez. Vegyes azért, amikor lehetett, a külföldiek óvatosabban, de jöttek. És talán jól mondom, hogy elsősorban lengyelek, akik nagyobb mennyiségben jöttek, mint amennyien... Tehát lengyeleknél van egy folyamatos felfutás lengyel turisták számában, így tapasztaljuk. Ez most is tapasztalható volt. De jöttek más területről is azért külföldiek. Kempingezni is, és egyéb szálláshelyekre is. Melyek a jövőbeli tervek, nyilván itt a 2022-es szezonra gondolunk? Hát a legnagyobb tervünk az, hogyha jó szezonunk van, akkor kicsit szedjük össze magunkat, mert a pandémia időszak, amikor zárva volt a fürdő, az gyakorlatilag minden tartalékunkat elvitte. Még azokat is, amiket beruházásokra vagy egyébre szántunk, hiszen nem küldtünk el dolgozókat, fontos volt, hogy megmaradjanak. És hosszú idő volt ez. Tehát most a legfontosabb tervünk, hogy ismét kicsit megerősödjünk, de mindenképpen kell, és csinálunk is kisebb beruházásokat. Most már elkezdődött az, amíg az időjárás engedi, hogy gyakorlatilag a jövő tavaszra készülünk, a jövő szezonra készülve, medencék egy részét újítjuk fel, ami rászorul, illetve a kempingben, főleg faházaknál csinálunk olyan felújításokat, javításokat, amik szükségesek. És aztán sok apróságot is, amiket részben észreveszünk, részben a vendégek is jelzik, és ez is fontos mondani, hogy ez nekünk
jó, hogyha vendégek is jelzik ezeket, hiszen az ember nem mindent vesz észre, illetve más, minden más vendégként, ezt más oldalról is tudom, hogy ha az ember benne lakik valamiben, vagy használja, akkor más, mintha csak úgy tulajdonos szemével, akármilyen gondosan is szétnéz. Tehát azok a visszajelzések, ezek megvannak a vendégektől, hogy mikre kell figyelni. Itt egész apró dolgokról is lehet szó, hogy esetleg lötyög egy akasztó, vagy fogas, vagy valahonnan hiányzik valami, ilyeneket is. De a nagyobbak, mondom, a medence felújítások, illetve a kempingben a faházaknak a felújítása, javítása. Ezek vannak most tervben. Jelentősen elmarad a kukorica termés a sok éves átlagtól. A megye termőterületein belül jelentős eltérések vannak. Az északi részen, ahol helyenként több volt a csapadék, 8-10 tonna kukorica is termett. Az asszály nem tett jót a napraforgó minőségének sem. A magok olajsav tartalma 42-48% volt, ami szintén kevesebb a megszokottnál. A kukorica szemek az asszály miatt nem teltek ki, és a csövek jelentősen rövidebbek lettek. A szár korai elszáradása miatt nem csökkent a szemek nedvesség tartalma, ami jelenleg is 16-18%, ezért a szárítási költségek magasabbak lesznek. A termelők egyelőre várnak az értékesítéssel annak ellenére, hogy a tavainál magasabbak a terményárak. A kukoricáért tonnánként 96 ezer forintot is ajánlottak a felvásárlók, egy tonna napraforgó ára pedig 210-220 ezer forint körül alakul. A magas ár relatív, mert a termés kiesés legalább 40%-os, és jelentősen nőtt a műtrágya, az üzemanyagára. Sok gazdálkodó nem fog tudni fémzárolt vetőmagot vásárolni, és a műtrágya használat is vissza fog szorulni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!